spontán döntésből adódó spontán videó, úgyhogy a lényeget majd útközben mondom, először még egy gyors tankolás az autóba, aztán indulhat a menet. Próbálom akkor gyorsan mondani, mert sajnos 7:30 van, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a nyárnak a végén már sajnos szinte teljesen sötét van. Tehát a konkrét autó, amiről itt most szó van, az egy E39 540. Az 540 ellenére ebben a motorban nem egy 4 literes, hanem egy 4,4 literes 286 lóerős motor van. Ez az M62 B44. Ez a korábbi E34-ben és ha jól tudom, talán még az E38-as 7-esben szereplő 40-es M60 B40 motornak volt az utódja. Nem véletlen persze, hogy a videó címében 300 lóerő szerepel. Ezek a motorok rendre túl teljesítették a gyári 286 lóerőt. Ezzel nem is kell túlzottan csodálkozni, ha már csak belegondolunk abba, hogy a korábbi motor 400 köbcentivel kevesebb volt, mégis túlesett az egész egy technikai fejlődésen, egy fejlesztésen, és akkor ugyanannyi a teljesítménye. Nem viszi el ezt senki a BMW-nek. A városi legendák szerint mindennek az volt az oka, hogy a BMW nem szeretett volna saját magának házon belül konkurenciát csinálni, márpedig ezzel a teljesítménnyel egy nagyon komoly konkurencia lett volna az autó a 750-es BMW-nek. Ha megnézzük a YouTube-ot, akkor tele vannak ilyen E39 540 padiméréses videókkal, ahol rendre több százezer kilométer után is 300 lóerő fölött teljesítenek. Márpedig aki nézi a Total Car erőmérő részeit, az pontosan tudja, hogy ezek a szívó motorok pláne ennyi kilométer után nem szokták tudni a gyári teljesítményt se, igazából annak távol a közelébe sem vannak. Ha ezt vesszük, akkor nagyon komoly teljesítmény az, hogy ezek a motorok még ennyi idő után is túl teljesítik azt. Én azt mondom, hogy egy jó állapotú motor, akit éppen egy jó állapotú Hans szerelt össze, mondjuk nem hétfőn és pénteken, hanem mondjuk szerdán, és mindenhol passzolt az illesztés, újkorában simán tudta a 320 lóerőt. Nem is véletlenül hívták ezt kis M5-ösnek, kéziváltóval, 6-os kéziváltóval, nagyon komoly mellett teljesítményekkel volt képes. Ez a konkrét típus, amiért én most megyek, ez sajnos automataváltós. A konkrét célom vele, illetve a konkrét jövője se biztos még ennek a típusnak, illetve ennek a darabnak, amit én most elhozok, de a lényeg, hogy határzár lesz, úgyhogy gyorsan ki kell menni a jó kocsikért. Gyorsan még mielőtt beindul itt a teligázas autópályás őrület, és a hangzavartól nem lehet hallani semmit, valamint ez a maradék nap is elmegy. Gyorsan egy pár szót erről a konkrét darabról, amiért én most megyek. Ez egy 96-os, tehát facelift előtti, úgynevezett non-vanoszos, tehát változó szerepvezérlés nélküli 540-es. Az eladó elmondása szerint, ez majd ott helybe derül mindig ki azért ezeknél az autóknál, ezt az autót 23 évig birtokolta egyetlen tulajdonos, és vezetett a szervizkönyve. Egyetlen problémája van a vezérlésnek, van egy kis hangja, de amúgy teljesen fátüchtig, ahogy a német mondja, azaz működőképes, csak ez a csattogás zavarja az úriembert, aki amúgy karosszéria lakatos és fényező, ebből adódóan nagyon jól átnézhette ezt az autót, amikor vette. Nagyjából teljesen rozsdamentes, amit a plafon majdnem rám szakadt körülbelül az autóban, miközben kimondom, az E39-es tulajok, ha ezt meghallják, viszont azt mondják, hogy hát ez teljesen ki van zárva, mert azért nagyon szereti ez a barna pest is bizony a 39-es, de ez nem a 39-es ellen szól, hiszen ez mégiscsak egy 24 éves autó, egy 24 éves autón bőven elfér a rozsda, de mégis az eladó elmondása szerint egyes-egyedül a hektekkelen, azaz a csomagtér felére található egy kis rozsda. Hát ez majd mind helybe kiderül, úgyhogy most akkor van még egy kemény 800 km hátra, sajnos nem a legközelebb van, de hát
a jó dolgokért és a szépségért meg kell szenvedni, úgyhogy hajrá, padlógáz! Hát akkor körülbelül kétharmad úton, kicsit 550 kilométeren túl, az első és nagy valószínűséggel utolsó megálló. Volt itt monszun eső, mi egymás. Azt ugye mondtam, hogy egy viszonylag intuitív vásárlás ez, és hát nagyon gyorsan kellett cselekedni, nagyon gyorsan le is kellett csapni, plusz azt tudni kell, hogy ma van az a nap, amikor Cirikéjék bejelentették azt, hogy szeptember 1-től megint seki sebe, tehát gyorsan egy több családi programot is tartalmazó hétvége előtt még be kellett tiktatni ezt a gyors autóbehozatalt. Ebből pedig az következik, hogy puritán körülmények vannak, nem lesz más, mint egy kis autóban alvás, de hát egyrészt a pihenés fontos, másrészt pedig a V8-ért mindent. Na jó szakát! Na hát akkor a harmadik és utolsó teletank, hadd egyen, aztán eszek egyet én is egy kicsit, és megkezdjük utolsó utunkat ezzel a 12 hengeres szörnyel. Persze. Újra tervezés. Jól telik az idő amúgy, minden rendben van. Ennyi nagyba, hogy rádió nincs. Thank you.
kezdve sose szabad abba hagyni. Bada bop boom pow. Nem is volt olyan vészes, de hogy nem. Hazaértem, és ez a lényeg. Az, hogy ezzel az autóval most mi lesz és hogy lesz, hogy milyen hibái vannak, esetleg azokat hogyan lehet kezelni, javítani, azt, ha megengedeték, majd a következő részben, ugyanis hulla fáradt vagyok, megyek aludni, találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok!